Bokrosgombák nőnek ebben a konténerben. A nyíregyházi termelő gyógygombákat termeszt, szárít ki és ezt értékesíti. A járványhelyzet őket is hátrányosan érintette, mert nagy részük a személyes eladásra volt berendezkedve. Időbe telt, mire alkalmazkodtak a hirtelen piaci változásokhoz, és például webshopot indítottak. Beszűkítette a piacot, ugye nem lehet az értékesítést olyan szinten gyakorlatilag a tevékenységet folytatni, mint ahogy eddig tettük. Mi nagyon sok egészségtudatos rendezvényre, gasztronómiai rendezvényre megjelentünk, illetve hát piacokon értékesítettünk, és ezek beszűkültek. Már a pandémia előtt is egyre nagyobb szerepet kaptak a helyi termelők. Az elmúlt egy évben pedig talán még többen fordultak olyan szakemberekhez, akikkel közvetlen kapcsolatban lehetnek, megismerhetik portékáikat. A helyi termelőkereső adatbázist 2020 tavaszán indította a Nébih, és azóta már több mint 250-en regisztráltak. Felismerve a Covid idején azt, hogy a koronavírus járvány a helyi termelők többségére is komoly nehézségeket okozott, komoly kihívásokat jelentett, egyre több piac zárta be a kapuit, elfogytak az értékesítési lehetőségek, és ezt a hiátuszt, ezt a hiányt szerettük volna pótolni egy olyan felülettel, ahol össze tudjuk hozni a vásárlót és a termelőt. A megyéből egyelőre összesen 7 termelő regisztrált. Elsősorban zöldségeket, gyümölcsöket, méhészeti termékeket kínálnak az oldalon. A regisztráció része, hogy valamilyen nyilvántartási számot adjon meg az adott kistermelő, így a hivatal munkatársai be tudják őt azonosítani. Csak legálisan működő, biztonságos termékek termelői jelennek meg a rendszerben. Ezek a platformok, ezek az oldalak abban segítik az értékesítést, hogy a vásárlókhoz ugye több oldalról el tudjuk juttatni termékeinket, megismerhetnek bennünket, olvashatnak rólunk, és ezáltal ugye felkereshetnek bennünket. Több olyan kampány is indult az elmúlt időszakban, ami a kiskereskedőket, termelőket segíti. A helyi termelőkeresőt a Nébih weboldalán érhetik el közvetlenül.